3 év kihagyás után újra találkozhattak a bonyhádi öreg diákok, ugyanis ismét megrendezték a bősznapot, ahol többek között a hagyományokhoz híven az 50 éve végzetteket fogadták örökös diákká. A rendezvényt Filóné Ferenc Ibolya polgármester nyitotta meg, aki szintén egykor a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium falai között tanult. Nagy örömmel fogadtam a felkérést, hogy köszöntsem mai töröket, annál is inkább, mert polgármesterként az első alkalom, hogy itt lehetek és köszönthetem ennek a rendezvénynek a résztvevőit, ezért is örömmel vállaltam el ezt a szerepet. Amikor a felkérést megkaptam, az első dolgom az volt, hogy rögtön végignéztem, hogy kik a főszereplői ennek az eseménynek, és elsőként 1962 jutott eszembe, hiszen 60 évvel ezelőtt egy gyönyörű 18 éves fiatal hölgy ebben a gimnáziumban érettségizett, aki néhány évvel később az én édesanyám lett, és aki most is itt van köztünk az osztálytársaival, úgyhogy ennek nagyon örülök szívből, hogy itt vannak és itt vagytok. Ha ugrunk az időben rögtön 10 évet, akkor a mai eseménynek mégiscsak a főszereplői azok az 50 éve érettségizettek, akik nagyon nagy számmal jelentek meg a mai eseményen, és ennek szívből örülök. Végignéztem a tablókat, ezzel kezdtem a kutakodást, 1972, három osztály tablóját, és örömmel fedeztem föl benne számos olyan arcot és nevet, akik gyakorlatilag a kezdetektől meghatározták az én életemet. A találkozón több ösztöndíjat és érdemérmet is átadtak. Megcsapta a fülemet, hogy beszélget két ember magyarul. És oda mentünk hozzá, hogy beszélget, és kérdeztem, hogy hát honnan származtunk. És magyarul, hát egy nagyon pici városban biztos, hogy nem tudjátok volna. A feleségem így elhúzta a száját, hogy bonyhádiak vagytok, mi? Azt mondták, hogy honnan tudjátok. Mondta a feleségem, hogy nincs olyan pont, ahol nem ennek bonyhád. Gyalog István érdeméremben részesült Steiger volt Krisztián, aki 28 éve, azaz 1994-ben végzett a bonyhádi gimnáziumban. Felkerültem Budapestre, ahol először egy multinacionális cégnél dolgoztam, majd napra pontosan 8 év után döntöttem úgy, hogy inkább elkezdem a saját utamat, saját lábamra állni, és tulajdonképpen ott kezdtem el ezt a generációkutató vonalat, ami kezdetben elsősorban marketing történet volt, a céges, de egyre több szülő keresett meg, hogy ott jobban érdekli ez a téma, mint mondjuk a céges szinten, mit csináljon a gyerekével, miért kell messengeren szólni a gyereknek, hogy kész van a vasárnapi ebéd, azt miért nem hallja meg, hogyha kikiabál az anyuka, vagy bekiabál a szobába. És egy csomó olyan megkeresés jött, ami inkább a gyerekneveléssel kapcsolatos volt. Ugye ezzel párhuzamosan kezdtem el a közgáz után a pszichológiai tanulmányaimat, és akkor már olyan szülői, pedagógiai tanácsadással foglalkozom, úgyhogy részben közgazdaságtan, részben szociológia, részben pszichológia, úgyhogy nagyon élvezem, mert ugye nagyon sok réti történet. Én nagyon szerettem bonyhádi diák lenni, nagyon szerettem bonyhádi lenni. A gyerekeimnek a mai napig mesélek, hogy mennyire más, hogy mi Budapesten élünk, és hogy mennyire más egy vidéki élet, egy bonyhádi élet, és nagyon-nagyon szerettem azt a szabadságot, nagyon-nagyon szerettem azt a hangulatot, amit a bonyhádi gimnázium akkor jelentett. Nem tudom, hogy most mit jelent, remélem a mostani diákoknak is ugyanezt jelenti. Nehezen mondom azt, hogy tanulni is szerettem, mert hogyha a régi tanáraim nézik az adást, akkor most felszítszednek, mert hogy nem voltam rossz tanuló, nem voltam szorgalmas, hanem inkább belevetettem magamat abba az életbe, amit ez a tinédzserkor a gimnáziumi lét jelentett, és én nagyon szerettem. Én tévéztem akkor még Bonyhád TV-nek hívták, én csináltam a bonyhádi gimnáziumban a rádiót, úsztam Horecki Jánosnál, tehát akkor úgy nagyon lehetett élni, mondom, nem tudom, hogy most milyen a lét, de hogy akkor annyira sok lehetősége volt egy gimnazistának megélni és kipróbálni a dolgokat, és azt gondolom, hogy a mai napig, én vezettem a diáknapokat, a mai napig ez a fajta tanulás, ez a fajta tapasztalás, amit akkor kaptam, segíti a mai munkámat. Szintén díjat kapott Györfi Lajos, aki 2001 és 2007 között járt a középiskolába. Munkásságát Gyalog István junior díjjal ismerte el az Öreg Diák Szövetség. Matematika tagozatra jártam. Hát itt matematikából igazából dr. Kat Sándor az, akit mindannyian
hát, aki nagyon sokakat tanított itt, és akit mindannyian tisztelünk. 6 évig igazából folyamatosan vitt az összes matek táborba, matek versenyre, lehetőségeket biztosított, és hát mellette tanított heti 5-6 matek órában, szakkörökben külön foglalkozott velünk, és hát nagyon hálás vagyok neki, hogy idáig vitt. Azt fogalmaztam volna meg még a beszédemben, hogy ő volt az, aki megtanította arra, hogy csak a matematika létezik. Ez az egyik oldala, és a másik tanár úr, akit említettem, Gruber László, ő meg azt tanította meg, hogy nem csak a matematika létezik. És ez a kettő így együtt így hasznomra vált az életben. Hát azóta matematikus lettem, a Szegedi Tudományegyetemen végeztem. Először alkalmazott matematikus BSC-t, aztán mesterszakot, közben voltam külföldön is egy fél évet Linzben, kipróbáltam magam az iparban is, de utána maradtam az egyetemen doktorit csinálni, azt 3 éve fejeztem be a PhD-t kombinatorikus játékok témájából, és azóta is tanítok a Szegedi Egyetemen, és most nem olyan régen Kecskemétre költöztünk, és akkor ott is vállaltam egy néhány órát a Neumann János Egyetemen. Nagyon meghatódtam az elismeréstől. Édesanyám és feleségem ott közben végig pityergett, szóval így nehéz volt, hogy hát nehéz volt nem meghatódni, de mindenképpen egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a díjat megkaphattam. És hát az is egy nagy megtiszteltetés, hogy a Bonyhádi közösséghez, a Bonyhádi gimnázium közösségéhez tartozhattam 6 éven keresztül, és hát természetesen azóta is. A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége 1936-ban alakult, amit bár 45-ben betiltottak, 1981-ben újjá alakult. Azóta szinte minden évben összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai és tanárai, hogy együtt ünnepeljenek.